Darth Vader felesége. A vagon lejártó halkonzerv. Szereted a vonatokat, de ez azért mégis sok. Rozsda és test és tojásos szendvics és tenger. Aggódsz, te vagy a legbüdösebb a vagonban. Valamiért megy a fűtés a 18 plusz-minusz 2 órás úton. Mint vécé ajtót, becsukott szemeid. Arra gondolsz, milyen lehet úszni egy bálna szívében. Csattan az ajtó, felriadsz. Bejön az idős pár, a férfi 50-es lehet. Érzed a szagán, hogy cukros. Akit kihúznak a vízből, az örökre magában hordja a puffadást. Felesége kísértetiesen hasonlít anyádra. Biztos neki is tengervíz folyik ereiben. A férfi beszélni kezd. Hangja, mint Darth Vader. Sípol a gégeműtét miatt. Elárulja a tökéletes pacal titkát, és hogy kamionsofőr volt, csak ugye az egészsége. És a lánya Hollandiában dolgozik, valami pincérnő. Onnan küldi haza a pénzt. A műtétet is ő fizette. Felesége, a majdnem anyád, hallgat. Látod, néha megszorítja a faszi kezét, hogy fogja be, de az nem érti a célzást, és árad belőle a szó. Hangja, haldokló sirály. Sajnálni akarod, de nem megy. Valami viccet mesél. Hány menekült fél el egy csónakban, a csattanóra nem figyelsz, még 3 óra az út. Arra gondolsz, ha majd bemész a vízbe, vajon hány delfin veti partra magát miattad? És eszedbe jut a tanítónőd, aki beverte a fejed a táblába, és napokig szédültél, de nem merted elmondani anyádnak, mert mindig elsírta magát, amikor miattad csorbult a büszkesége. Azt képzelted, hogy ilyenkor a tenger folyik ki belőle, hogy összeköttetésben áll a nagy vizekkel, és bálnák úsznak az ő szívében, és a kezei medúzák. Még mindig viszket, érintéseinek nyoma. Nézed Darth Vader feleségének sötét szemeit. Arra gondolsz, hogy talán mégsem hasonlít annyira anyádra, mert anyád vizeinek biztosan nem lehet lelátni az aljára. Szervusz, Benji. Szervusz, Nono. Hú, hát nagyon sok ponton lehet kapcsolódni ehhez a vershez. Igen, én a szokás szerint indulnék a Kályhától, ha megengeded. Rendben, rendben. Akkor elmondom az első benyomásaim. Látok itt egy verset. Szerző neve csupa nagybetűvel, utána minden csupa kisbetűvel, egyetlen pont vagy vessző, vagy bármiféle központozási jel nélkül. Megakadt a szemem azon, hogy és helyett ez az angol nyelvben használt és jelzés, rövidítés szerepel, hogy látok számokat a versben, sőt plusz-minusz 2 órát így leírva plusz per minusszal, és hogy a hogyok kis H betűvel szerepelnek végig következetesen mindenhol. Igen, igen. És akkor még a címről... Messengerbe. Igen, tehát hogy ez egy ilyen gépi szöveg feletartó szövegrögzítési mód lehet? Hát ez egy jó kérdés, hogy ez miért van így. Gondolom, hogy
Tehát nyilván ez tudatosan van így a központozás, de hogy tudatosan vannak ezek a jelek használva, meg tudatosan van rövidítve, ahogy például, mint ahogyan az ember chatten beszélget, mert hogy talán így gyorsabban megy. Szerintem ez egy mindenképp egy tudatos jelzése annak, hogy én az én költészetembe beleemelem a popkultúrát, a popkulturális utalásokat, és beleemelem a chat kultúrát, a szociális a közösségi oldalaknak a kultúráját. Ez egy fölgyorsult és sodró szöveg, gyakran letaglózó képekkel él, tehát hogy így mintha némiképp a fásult igényeket kielégíteni sem volna rest, és már a felütés igen erős, a cím ugyanis Darth Vader felesége. Egy pillanatra elgondolkodtam azon, én lévén már kicsit messze a Csillagok háborúja szágától, bár azért az Ős Csillagok háborúja trilógiát azt hűségesen követtem. Hát abban van a Darth Vader. Igen, de a Darth Vader felesége, hogy ki, meg hogy egyáltalán Darth Vader, és akkor utána néztem ennek, annak, amannak, az egyedüli dolog, amit említésre méltónak tartok itt, hiszen úgyis mindenki mindent tud erről az újkori mitológiáról, hogy a Darth Vader etimológiája, egyik lehetséges etimológiája az a Dark Father, vagyis németül Vater, és hollandul Vader, így írják, így ejtik, tehát hogy a sötét apa. Igen, ez nagyon, nagyon izgalmas itt ebben a versben, mert hogy azért az anyával való viszonyról szól a vers elsősorban, de közben meg a Darth Vader, ugye tudjuk a Csillagok háborúja trilógiából, hogy ő a főhősnek, mint kiderül, ő az apja, amitről a főhős sem tud, a Luke Skywalker, és hogy ez egy szörnyű felismerés a számára, hogy ez a sötét erők képviselője az ő apja. Hát, hogy aki az erő sötét oldalán áll, igen. Sőt, mi több, valaha jó volt, igen, tehát igen, gyakorlatilag igen. Az Anakin volt, egy bukott angyal, egy luciferi figura. Igen. És ez nagyon-nagyon finoman van beleszőve a versbe szerintem, mert hogy elsőre nem erre gondol az ember, ugye a felesége az alany a címben, és hogy közben a háttérben mégis ott van ez a megfoghatatlan sötét apa, aki a versben persze csak egy hasonlatként van elnevezve Darth Vadernek, de ugyanakkor meg ez a jelenlét ott van. Tehát, hogy abból lett az egész Darth Vader, hogyha merhetünk ilyen kijelentéseket tenni, ugye, hogy a vonat fülkébe helyet foglaló idős férfi az sípolva szuszog, és akkor hömpölyög a verbe, hogy gégenműtét miatt, mint Darth Vader. Ahhoz képest, hogyha innen pattant elő a Darth Vader, akkor André Ferenc a lehető legügyesebben használta ki az adódott lehetőségeket, igen, és választott igen, címet. Abszolút. Abszolút. Nagyon, nagyon ismerős ez a helyzet, ugye kelet-európai lévén. A vonatozás, ugye beülünk tonhal konzerv, büdös, túl nagy a fűtés. Kicsit álljunk meg a tonhalkonzervnél. Biztos, hogy ez nem Szardínia? Tehát, hogy téged nem zavar, hogy miért tonhal? A tonhal az olyan elit cucc egyébként, és a Kelet-Európa vonatozás az konkrétan az, hogy sokan vagyunk, mint a heringek, vagy mint a Szardínia konzervben. Tehát, hogy én egy kicsit így megütköztem, hogy mi a tonhal, bár később bejön a bálna. Van az olcsóbb, van a drágább tonhalkonzerv, az olcsóbb az, ami ilyen törmelék, és a drágább az, ami ilyen rózsaszín. Értem. Az olcsóbb az már ilyen barnába átmenő. Figyeljünk a nüanszokra. Jó, én azért megakadtam azon, hogy itt a Szardínia elkelt volna, de a lényeg nem ez, hanem az, hogy gyúródás, és a szendvics szag,
És igen, tehát hogy ez a ez az indokolatlan fűtés, ezt is sokszor tapasztaltuk Kelet-Európában, de nem csak, akár Magyarországon is, hogy indokolatlanul fűtenek, vagy indokolatlanul erős hideg van nyáron, tehát hogy nyáron beül az ember a vonatba, és olyan erős a légkondi, hogy megfázik, amire odaér, ahova menni akar, de hogy itt meg az, hogy valamiért megy a fűtés, gondolom ez is inkább egy melegebb időszakban történhet. Bekerülünk egy ilyen kelet-európai zögykölődős vonatút kellős közepébe, a fülkébe, ahol bűz van, minden kellemeten, azt is mondhatjuk akár, hogy a rút esztétikájával szembesülünk itt, mint a Baudelaire egy dög című versében, igen, és azonnal igen. Ugye aggódsz, te vagy a legbüdösebb a vagomba, tehát egy enyhe szégyenérzet vagy szorongás akár, és akkor erre még ráerősít az a sor, hogy mint vécé, mert a vonatban ugye a következő gyönyörű állomás. Egyébként szerintem ez a rút esztétikája apropó, de hogy ez nagyon szépen szerintem megvan, tehát hogy adja magát a felvezetés, és akkor jön a mint vécé ajtót becsukott szemeid. Arra gondolsz, milyen lehet úszni egy bálna szívében, és hogy jön ez a nagyon csúnya, ugye, és akkor bejön ez, hogy milyen lehet úszni egy bálna szívében, ami meg már egy ilyen, tehát ami egy nagyon szép költői kép igazából. Igen, sokrétű, mondjuk a leg banálisabb, hogy így fizikailag elképzelni, hogy az ember így elgondolkodhat azon, hogy mekkora lehet egy bálna szíve, tehát hogy így konkrétan a bálna szívében, az erekbe beleférne-e egy ember, vagy sem, de nyilván, hogy itt metaforikusan kell erre a képre gondolni, de én még visszatérnék a bálnától a vécé ajtóig, hogy ebbe a bűzös és szorongástól zaklatott világban, ugye az ember, ha a szemét becsukja, az intimitás igényét jelzi, tehát visszavonulunk önmagunkba. Itt ebben a kelet-európai régióban ugye az ember szinte már csak a vécén lehetett egyedül. Különösen az a gyermek, akinek az élményeiből rész építkezik ez a vers, bár lehet, hogy ő már annyira nem élte meg úgy az átkos kelet-európai, de egyféle kelet-európai létet mindenképpen megélt, mint majd később kiderül. Jó, és hát akkor beúszik a bálna szívében időző, vonatozó látterébe, ugye az idős pár. Csattan az ajtó, felriad. És akkor bejön. Igen, és akkor megint egy ilyen... Tehát, hogy ez is, ehhez is lehet valahol kötődni, hogy így is sokszor járunk úgy, hogy ülünk a fülkében, és örülünk, hogy egy kis nyugalmunk már van. Már szinte jól éreztük magunkat. Szinte jól érezzük magunkat, csak akkor bejön valaki, aki nem hagy békén, vagy aki állandóan tracsol, meg... Megszakítja az ember kellemes belső monológiát. Igen, igen, igen. És ez elég durva, de hogy ez is egy, hogy érzed a szagán, hogy cukros, tehát hogy ezt így kimondja a vers. És akkor jön ez a két sor, akit kihúznak a vízből, az örökre magában hordja a puffadást. Nagyon, hát ez, igen? Hogy én nagyon szerettem, bocsánat, nagyon szerettem azt ebben a versben, hogy nagyon csúnyán, kegyetlenül beszél a környezetéről, de ugyanakkor saját maga az, akit a leginkább, hogy valahol egy kicsit a saját szégyenérzet, téről szól a vers. Hogyha ezt írja így, hogy érzed a szagán, hogy cukros, tehát én például ezt nem tudnám leírni, abból kifolyólag, hogy nem tudom, mit akar ez tulajdonképpen a valóságban, tehát én még soha nem éreztem senkinek a szagán, hogy ő cukros lenne. Ez azt jelenti, hogy első kézből való tapasztalattal rendelkezik a vers alanya, a versbeszélő, cukorbetegségről valami közeli hozzátartozó, és akit kihúznak a vízből, az örökre magában hordja a puffadást, vajon ez miért jelenik meg dőlt betűvel, mert idézett volna valahonnan, amiről én nem tudok, erről én sem vagy tudok. Mert ez a vers szempontjából fontos. Igen, szerintem itt lehet, hogy azért, mert ez nem világos, hogy ez kiről szól, hogy a belépő 50-es férfiről, az idős párról, vagy akár a versbeszélőről, akár behoz valami emléket.
Mondjuk, ha a versben már megjelent egy bálna, ugye mondjuk, hogy amikor egy pisztolyt látunk, annak el kell sülnie, ha megjelent a versben egy bálna, akkor most már nem foghatjuk rá a költőre, hogy össze-vissza dobálózik a metaforákkal, tehát hogy itt a vízbefúlás, a fölpuffadás is megjelenik, igen. Ugyanúgy, mint ennek a végletekig fenyegetett létnek egy jellemzője, például ha már így ezen a kelet-európai zögykölődös vonalon indultunk el, és akkor ugye itt jelenik meg az anyakép, akinek állítólag tengervíz folyik ereiben, aztán majd később kiderül, hogy ez a tengervíz tulajdonképpen a könnyek végtelen árja, melyeket az anyák meg nem szűnnek árasztani, és sípol lóhangján megszólal a férfi, és akkor bekerül a versbe annak legfontosabb metaforája. A hangja, mint Darth Vader, sípol a gégeműtét miatt. De utána ezt a magas labdát, ezt a megemelt labdát ugye lecsapja, mert Darth Vader-től eljutunk a pacalig. A kamionsofőrség, a lánya, aki Hollandiában dolgozik, és ez megint egy kelet-európai helyzet, ugye, hogy a gyerek, aki külföldön dolgozik, és akkor mi meg itt ragadtunk, de azért küldi a pénzt a műtétre, meg, tehát igen, hogy ez is egy olyan dolog, amivel nagyon gyakran találkozunk. Ennek a résznek vagy szakasznak a kapcsán én azon kezdtem el gondolkodni, de az ember, hogyha verssel foglalkozik, vagy versről beszélget, óhatatlanul előbb vagy utóbb kiukad ide, hogy továbbra is téma az, hogy mi kerülhet be a versbe. Tehát egyrészt, hogy szeretnék a bálna, vagy arra gondolok, hogy milyen lehet a bálna szívében úszni, de közben beleírom, hogy egy kamionsofőrrel dumáltam a vonaton, aki a pacalról beszélt, és utána még az is belecsúszik a faszi szó, amire én szeretném fölhívni a figyelmet, tehát hogy ez ugyanez a laza, mindennapi, vagánykodó hozzáállás a valósághoz, tehát hogy a vers ennek a vers típusnak nagyon széles a spektruma a Darth Vader-től a fasziig. Igen, és ez André Ferinél ez elég gyakori, hogy nagyon sokat kísérletezik azzal, hogy mit lehet belevinni egy versbe még. Nagyon érdekes dolgokat hoz ki ez az Android algoritmus, amikor az ember gépel, tehát sokszor olyan szavakat, hogy így nézett, hogy... Hát akkor egyáltalán van még szükség az emberre a versíráshoz? Na, ez egy jó kérdés. Menjünk tovább a versben. De ezt valószínűleg nem fogjuk eldönteni. Hát... Egyelőre szerintem úgy tűnik, hogy ebben a versben azért van. És végül is van vers és vers, tehát nincs két egyforma vers, úgyhogy hagyjuk meg Darth Vadernek, és írhat ő is verset, ha nagyon akar. Akkor itt felmerül az anyakép, ugye, és még elidőzünk az anekdotázgató kamionsofőr alakjával, akinek azért itt ismét kli a bálnás húzást André Ferenc, ugye, mert hogy a hangja árad haldoklós. Belőle a szó. Hangja haldokló sirály, sajnálni akarod, de nem megy. És hát ugye a majdnem anya, tehát hogy aki hasonlít a versbeszélő anyjára, az ez a néni, aki közben szégyeli egy kicsit a férjét is, a versbeszélő szégyeli magát, nem tudja hova tenni az anyukáját. És azért arról is ejtsünk egy pár szót, hogy emögött a lazázó, nagy szavakkal operáló szöveg mögött azért van egy komoly hagyomány, tehát hogy a bálna az ugye eleve a Szőcs Gézai, ha bálnánk volnánk, delfinek nem tud soha senki meg, stb. Vagy hogy az ember óhatatlanul asszociál, ugye a haldokról, sirályról, az albatrosz juthatna akár eszünkben. És azt se felejtsük el, hogy valahányszor magyar versvilágban járatos ember vonatról olvas, óhatatlanul bekapcsol József Attila vonal is, főleg, hogyha még közben becsukjuk a szemünket. Elgondoljuk, hogy ez a szegény vonatúton bűzlő férfi majd, amikor végre a tengerhez ér, és ha
az a Kormos István vonszolnak piros delfinek, ugye a delfinek vetik partra magukat a férfi igen, miatt, mert nem bírják mellette a vízben. Ezt saját magáról mondja a versbeszélő. Igen. Igen, arra gondolsz, ha majd bemész a vízbe, hány delfin veti partra magát miattad? Igen. Vajon miért? És akkor most felbugyog a múlt tavából az égető szégyen, vagy igen, ha nem... Igen. Igen, ez jutott még eszembe, hogy itt egyszerre van egy szekunder szégyen érzete a versbeszélőnek, és a szégyen érzete saját maga miatt, meg a saját emlékei, meg hát, hogyha már a szégyen szóba került, sajnos oly sok szinten szégyelli magát az ember. Tehát van a nagyon primitív személyes szint, ami tudatos, de egy csomó tudat alatti szégyen réteg is rárakódik erre. Például mondjuk esetleg mi kelet-európaiak, lehet, hogy itt nem beszéljek a saját generációm nevében, hogy esetleg mi szégyeljük, hogy kelet-európaiak vagyunk, bár most már lehet, hogy menő dolog kelet-európainak lenni, mondjuk ha az ember 15 vagy 20 éves, de ha az ember 45 vagy 50 éves, bár nem olyan vicces kelet-európaiként létezni. Azért ez a kelet-európai szégyenérzet szerintem még mindig ott van, bár nyilván biztos átalakul, de hogy én is határozottan éreztem mindig, hogy azért ott van, tehát hogy nem tudom, hogyha a nyugatiakkal találkozunk, akkor van egy ilyen, hogy a fejlődő, nem tudom, és akkor bezegő, vajon hogy néz ránk, meg nem tudom mi. Tehát, hogy ezek ott vannak, ott olálkodnak valahol belül, ha nincs rá semmi okunk, akkor is sokszor. És ezeken túl pedig ott van az emberben az örök gyermek szégyen érzete, hiszen a legtöbbünk gyermekként olyan élményeket él meg, ami miatt egyrészt kimondhatatlan, másrészt pedig kitörölhetetlen szégyenérzet keletkezik benne, ami a sérig kíséri legtöbb esetben. Sajnos az embert, főleg itt, Kelet-Európában, ahol nem megyünk pszichológushoz, különösen Székelyföldön, mert hogy tudjuk, hogy onnan jött el ilyen messzire költünk, mert hogy ezek tabu témák. És végül is tulajdonképpen én úgy látom, hogy ez a vers legmélyebb rétege, tehát a gyermek és anya közötti viszony, amely egy ilyen egészen mélyen gyökerező szégyen érzetet generál, ami talán ennek a versbeszélőnek az egész világlátását megmérgezi, hiszen azért volt minden olyan elviselhetetlen és undorítónak tűnő, és önmagát is undorítónak gondolja ez a beszélő. Most kezd kiderülni. Igen, és mindez valahol egy sötét apa árnyékában. Félelmetes. Igen, most jön itt ez a rész, ugye? Eszedbe jut a tanítónőd, aki beverte a fejed a táblába, és napokig szédültél, de nem merted elmondani anyádnak, mert mindig elsírta magát, amikor miattad csorbult a büszkesége. Igen, hát ugye ott van a bántalmazás az iskolában, ami megint csak alázás és szégyen. És akkor ott van még a következő szégyen, hogy hát ott van az anya, aki ezzel nem tud mit kezdeni, és akkor elsírja magát, és akkor meg még jobban szégyeli magát a gyerek. Hát ez így leginkább a gyerek vállára nehezedő szülői elvárás, ugye, mert a leggyakrabban az a minta, hogy a szülő szeretne a gyermekéből valami olyat nevelni, amit neki nem sikerült megvalósítania. Ez lehet egy magyarázat, vagy még egy magyarázat lehet, de azt nem tudom, hogy mennyire hajánál fogva előrángatott, hogy minden szomorú, ideges és szorongó nő mögött áll egy Darth Vader, aki a férfi. Hát mondhatnánk azt is, vagy pont nem áll, lehet, hogy a hiánya akár. És visszatérünk a bálnákhoz. Eddig elképzeli az elején, hogy milyen egy bálna szívében úszni, és akkor itt, amikor az anyjáról van szó a versbeszélőnek, azt képzelted, hogy ilyenkor a tenger folyik ki belőle, hogy összeköttetésben áll a nagy vizekkel, és bálnák úsznak az ő szívében, és kezei medúzák,
még mindig viszket érintéseinek nyoma. Igen, itt ennél a résznél ez ismét átmegy elképesztően lírai módba, és bálnák úsznak az ő szívében, hát itt óhatatlanul az ember ugye a bibliai beszédmódra gondol, és az énekek énekére, csak ez egy teljesen transponált, negatív, igen, előjelű, igen, énekek éneke. Igen, és ez az érintések nyomának a viszketése, ez is egy, tehát hogy ez is megint ez a, ami így meg, ez a szorongás, meg a, ami a szégyenből megmarad az emberben valahol, tehát hogy a szeretet is fáj, lehet, tehát hogy lehet egy simogatás, egy ölelés is rossz emlék akár adott esetben. Hát igen, így szokás mondani, hogy a nő üldöz a szeretetével, és hát mi tagadás, gondolhatunk azokra a kisfiúkra, akik már nem bírják elviselni, hogy őket az édesanyjuk az iskola udvaron megpuszilja például. Tehát, hogy elérkezik az a kor, amikor a gyermeknek el kell szakadnia, főleg fizikai értelemben a szülőtől, és ez különös módon az anyák gyakran képtelenek megengedni, és ezzel is egy bizonyos szégyenérzet jár. No, de akkor a vers végére vágtatván azért hagyjunk meg annyit André Ferenccel egyetemben, vagy a versbeszélővel inkább egyetemben ennek az anyának, hogy azért nem lehet teljes biztonsággal átlátni, hogy emögött a szégyen teljes, fájdalmas gubanc mögött tulajdonképpen mi minden húzódik, és végső soron ne ítélj, hogy ne ítéltessél, hogy ha már bibliai vizekre evesztünk. Nagyon, nagyon szép az, hogy itt feloldja az egészet, én azt gondolom. Nézed Darth Vader feleségének sötét szemeit, arra gondolsz, hogy talán mégsem hasonlít annyira anyádra, hogy akkor így, tehát hogy van ez az utazás, van egy szégyen trip, úgymond, amibe belekerül a versbeszélő, és akkor így elengedi, és azt mondja, hogy oké, és akkor elfogadja azt, hogy de nem látja át, tehát hogy itt megtörténnek ezek a hasonlatok, meg visszaemlékszik dolgokra, felhoznak emlékeket, de hogy mégsem látok le vizeinek az aljára. Hiába mindenről az édesanyám jut eszembe, azért meg kell tanulnom leszállni erről, és nem rugózni állandóan ezen a témán. Valahogy így értem én. Bár lehet szerintem úgy is értelmezni, ez nyitott nyilván, hogy ki hogy értelmezi, de lehet úgy is értelmezni, hogy az azért egy sokkal nehezebb és sötétebb titok vagy teher, amivel az ember küzd, mint amit el tud mondani, vagy amit fel tud böffögni egy utazás alatt. Akkor én úgy érzem, hogy ezt az André Ferenc verset a rendelkezésünkre álló időkeretei között becsülettel kiveséztük. Darth Vader felesége. A vagon lejárt tonhalkonzerv. Szereted a vonatokat, de ez azért mégis sok. Rozsda és test és tojásos szendvics és tenger. Aggódsz, te vagy a legbüdösebb a vagonban. Valamiért megy a fűtés a 18 plusz-minusz 2 órás úton. Mint vécé ajtót, becsukott szemeid. Arra gondolsz, milyen lehet úszni egy bálna szívében. Csattan az ajtó, felriadsz. Bejön az idős pár, a férfi 50-es lehet, érzed a szagán, hogy cukros. Akit kihúznak a vízből, az örökre magában hordja a puffadást. Felesége kísértetiesen hasonlít anyádra. Biztos neki is tengervíz folyik ereiben. A férfi beszélni kezd. Hangja
mint Darth Vader. Sípol a gége műtét miatt. Elárulja a tökéletes pacal titkát, és hogy kamionsofőr volt, csak ugye az egészsége. És a lánya Hollandiában dolgozik, valami pincérnő. Onnan küldi haza a pénzt, a műtétet is ő fizette. Felesége, a majdnem anyád, hallgat. Látod, néha megszorítja a faszi kezét, hogy fogja be, de az nem érti a célzást, és árad belőle a szó. Hangja, haldokló sírály. Sajnálni akarod, de nem megy. Valami viccet mesél. Hány menekült fér el egy csónakban, a csattanóra nem figyelsz, még 3 óra az út. Arra gondolsz, ha majd bemész a vízbe, vajon hány delfin veti partra magát miattad? És eszedbe jut a tanítónőd, aki beverte a fejed a táblába, és napokig szédültél, de nem merted elmondani anyádnak. Mert mindig elsírta magát, amikor miattad csorbult a büszkesége. Azt képzelted, hogy ilyenkor a tenger folyik ki belőle, hogy összeköttetésben áll a nagy vizekkel, és bálnák húsznak az ő szívében, és kezei medúzák, még mindig viszket érintéseinek nyoma. Nézed Darth Vader feleségének sötét szemeit. Arra gondolsz, hogy talán mégsem hasonlít annyira anyádra, mert anyád vizeinek biztosan nem lehet lelátni az aljára.